A legutóbbi Metallica lemezről, ami 7 éve követte elődjét, nagyon izgi, hogy így csepegtették a számokat, tehát hogy nem az volt, hogy akkor egyszer csak így boom, itt van, bár az első szám az így jött, hogy boom, itt van, ez a Lux Æterna. Nagyon meglepett személy szerint, hogy meg tudnak a mai napig szólítani, mert már így a 2000-es évek eleje óta, Szentenger óta igazából nem éreztem annyira magaménak azokat, amiket csináltak, de most szerintem így meg tudtak fogalmazni valami, ami az üzenet kvázi engem is így eltalált. Az új lemez a 72 Seasons nevet kapta, ami egy utalás az élet első 18 évére. Ez a címadó dalnak is a témája, amiben ezt boncolgatják, és végül is az annyira fogós volt a megítélésük szerint, hogy ez lett a MSC is. Ennyi idő után olyan nagyon nagy meglepetést azért már nem okoznak. Amit hallottunk, azokat a hangokat már hallottuk valahol korábban is, mivel gyerekkorunk óta követjük a zenekarnak a munkásságát, de még mindig élvezett hallani a gitárjátékukat. Nyilván nem ismerjük még az összes számot, de amik eddig megjelentek, azok között azért vannak olyanok, amiket jó újból és újból elővenni, nem is beszélve arról, hogy játszani. Amikor itt játszottunk utoljára, oda már hoztuk az első szinglet, a Lux Æternát, és akkor ki is derült, hogy mikor lesz a következő lemeznek a megjelenése, úgyhogy lecsaptunk erre a dátumra, és akkor ezzel összekötve tartunk egy kvázi lemez megjelenési partét, ahova elhozunk mi is új számokat, meg nyilván régi ős klasszikusokat is. Hozzánk igazították a megjelenést, mert már régóta beszéltünk, hogy hát ugye szoktunk itt játszani. Metallica csinált ilyet egy évfordulós bulin, hogy rajongók között meghirdette, hogy játszhatnak velük a színpadon, és gondoltuk, hogy mivel mi is hatalmas rajongók vagyunk, és rajongóknak játszunk, biztos vannak mások is rajtunk kívül, akik nem csak hallgatják, akik szívesen játszanának is. És szép számmal jöttek is jelentkezők, úgyhogy egy fiatal srácot választottunk, kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz. Biztosan hatalmas élmény, és jó sül el, akkor ezt azért szeretnénk folytatni a későbbiekben is. Az életünkben nagyon meghatározó szerepe volt, nagyon meghatározó időben ennek a zenekarnak, és mi igazából így kezdtünk el zenélni is. Nagyon sokan kezdenek el zenészek közül úgy zenélni, hogy mások dalait játsszák el, és ez utána, ha akkora az elköteleződés, meg akkora a szeretete, meg a rajongás, tényleg, ahogy az Alány is mondta, akkor ez akár ilyen hosszú ideig is így ki tud tartani.